Tulajdonképpen Európa viszonylag jó hírt, vagy jó hetet zárt az elmúlt héten, vagy ezen a héten. Habár az a tegnapi ukrán baleset az mindenkit sokkal borzalmas lelkiállapotban vannak szerintem Európa több fővárosában, de hát főképpen azok a családok, akiket ez érint. Minden esetre a Magyar Szocialista Párt részéről újólag is szeretném maximális szolidaritásunkat kifejezni a repülőgép balesetben elhunytak családtagjai számára, illetve hát azt is, ami majd egyébként még visszatérő elem lesz a sajtótájékoztatómon, hogy bizony Európának itt nagyon sok dolga van, hogy ezt az egész ukrán ügyet rendbe tegye, mert tartok tőle, hogy a helyzetnek a mai állapota az tényleg olyan, ami nem mehet tovább. Ezen közben Európa szintén tisztújításban van, nem csak a Magyar Szocialista Párt, bár az már eldőlt, hogy ki a parlament elnöke, ugye Martin Schulz személyében két hete választottuk meg, illetve szintén egy hetes állapotban van Jean-Claude Junckernek az Európai Bizottság élére való ki- és megnevezése. Nyilvánvalóan itt a hátralévő időszakban nagyon fontos mozzanat lesz, hogy a különböző országok, a tagországok, a 28 tagország kiket és miképpen jelöl európai biztosnak. Bár formálódik ez a képlet, annyit tudni lehet, és itt a baloldali sikerekre akarok utalni. Jean-Claude Juncker határozott elkötelezettséget vállalt a tekintetben, hogy baloldali politikusra szeretné bízni a gazdasági ügyeket, tehát a legfontosabb pénzügyeket, gazdasági ügyeket érintő biztosi poszt, az immár egészen biztosan szocialista politikus kezébe fog kerülni, és hát jó esély van arra is, hogy a külügyi főképviselő, ahogy szokták emlegetni, Európa külügyminisztere, szintén baloldali politikus legyen. Ez persze nyilvánvalóan már jelzi is, hogy nagy valószínűséggel akkor tehát az európai elnöki posztot, azaz az Európai Tanács állandó elnökét, azt a konzervatív oldal fogja adni. Ezen közben formálódik az Európai Parlament, 751 képviselőnek kell tulajdonképpen a különböző feladatokat, feladatköröket ellátni. Én ezúttal most csak a magyarokról, illetve a szocialista párti politikusokról, vagy inkább úgy mondanám, hogy szociáldemokratának mondott a szocialisták és demokraták frakciójában ülő négy magyarról szeretnék beszélni, tehát Újhely Istvánról, Niedermüller Péterről, illetve Molnár Csabáról, valamint jó magamról. A korrektség egyében azt azért szeretném elmondani, hogy a Fidesz is meglehetősen jó eredményeket ért el itt a helyosztó vonatkozásában, de ezeket a dicsőségeket mondják el ők, ez nem az én tisztem, minden esetre gratulálunk nekik is, annak dacára, hogy azért annak semmiképpen nem örülünk, hogy az Európai Néppárti frakcióban egy olyan Európa ellenes erő vesz részt, mint a Fidesz, nekik valószínűleg az euroszkeptikusok mellett lenne a helye. Mi megmozdulásainknak két célja volt. Az egyik az, hogy a Magyar Szocialista Párt és a Demokratikus Koalíció két-két politikusa, akik ugye egy közös delegációban működnek az Európai Szocialisták és Demokraták parlamenti csoportjában, amelynek jó magam vagyok egyelőre a vezetője, arra törekedtünk, hogy minél több területet fogjunk le, és ne nagyon legyenek átfedések. Ez sikerült is, kinek-kinek a ízlése szerinti legjobb bizottsági helyeket sikerült megszereznünk. És akkor mondanám sorban, a Újhely István, aki már hosszú évek óta itthon is elég sokat mozgott a turizmus területén, ennek megfelelő államtitkár is ő volt, ő a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságnak lett a tagja, és egyben negyedik alelnöke is, ami számunkra mindenféleképpen egy nagyon fontos mozzanat, és szintén ő róla lehet tudni, hogy a kínai kapcsolatok terén rendkívül intenzíven dolgozik, és hát nagy örömünkre be is tudott ülni a kínai népköztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős európai parlamenti küldöttségbe. Emellett egyébként mindenkinek van egy-egy póttagsága, mint szakbizottsági, mint pedig külügyi értelemben. Ő egyébként a külügyi bizottságban
foglal helyet, illetve a Közép-Amerikával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttségnek lett a tagja. Niedermüller Péter, bár ugyan a lexikonok úgy mondják, hogy ő etnográfus, ezzel együtt nem véletlen, hogy az Állampolgári Jogi Bel- és Igazságügyi Bizottságban, azért Libe, ez a neve ennek a bizottságnak, ott ő kapott helyet, illetve kívánsága szerint az Izraellel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttségben, valamint az Albániával fenntartott küldöttségben, és emellett még azért is tagja a Költségvetés Ellenőrző Bizottságnak, mert bár a delegáción belül rotációban, de első körben ő kezdte meg a frakciónk pénztárnoki vagy kincstárnoki tevékenységének ellátását, ez majd fél időben a MSZP-hez fog kerülni ez a feladat. A harmadik emberünk, Molnár Csaba, ő szintén kívánsága szerint Ipari Kutatás és Energiaügyi Bizottságba került, ezt ITRE-nek rövidítjük. Erről tudni kell, hogy Molnár Csaba szintén ilyen területen vitézkedett az elmúlt évek során miniszterként, illetve később akár kancellária miniszterként is. Valamint az szintén az ő szívügye a dél-kelet-ázsiai országokkal fenntartott, tehát az ASEAN országokkal fenntartott kapcsolatokért felelős parlamenti küldöttségnek a tagja, és szintén igénye szerint még póttaga az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttségben. Jó magam pedig, bár delegáció vezetőként azért elég sok teendőm van, minden esetre én azt választottam, hogy a legfajsúlyosabb bizottságok egyikébe kerüljek be, ez a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság, tehát ebből is látszik, hogy elég nagy portfóliót ölel föl. Az elmúlt időszakban ez az egyetlen bizottság volt, amelyik egyébként nagyjából lefette az Európai Parlament jogalkotói tevékenységének majdnem egy harmadát, tehát ez a legintenzívebben működő bizottság. És emellett pedig, hát azért szakmám is úgy diktálja, hogy közgazdasági tevékenységet is végezzek, így a Gazdasági és Monetáris Bizottságban lettem póttag, de még egy pici kitekintés, többlet feladatot is vállaltam, mert a mezőgazdaságért felelős, az Agri nevű bizottságban is vállaltam egy póttagságot, hát ez eléggé húzós lesz, mert két póttagság azért bár csak póttagnak mondjuk, ennek szakmai jelentősége, hogy pont ugyanannyit kell dolgozni, mint a rendes tagoknak, csak a szavazás elosztása az, ami. Ami viszont nagyon fontos, és a Magyar Szocialista Párt külkapcsolatai szempontjából nagyon-nagyon-nagyon-nagyon aktuális, ez az, hogy tagja lettem, mi több a szocialista és néppárti frakciók megállapodása mentén majd valamikor szeptemberi ráfordulással alelnöke leszek a Európai Parlament Ukrajnával foglalkozó parlamenti delegációjának. Hát nem kell azt hiszem, hogy elmondani ennek a mostani fontosságát, ilyen értelemben az ukrán helyzet rendezésében már, ami a parlamenti dimenziót illeti, minden bizonnyal bőséggel lesz teendőnk, és talán azt kell mondjam, hogy ez a felelősség, hogy a Magyar Szocialista Párt részéről ezt nem csak bevállaltuk, hanem egyúttal törekedtünk is rá. Én úgy gondolom, hogy politikailag rendkívül fontos üzenet a szomszédos Ukrajnának. Még két dolgot szeretnék megemlíteni, illetve nem kettőt, ez végül is 13. A múlt héten az Európai Unió további 13 esetben indított Magyarországgal szemben kötelezettségszegési eljárást. Ez már több a soknál. Szóval szeretnénk elmondani, hogy eddig is több tucat volt, hát különböző stádiumban vannak ezek a kötelezettségszegési eljárások, amelyek most indultak, ez a mostani 13, ennek egyetlen egy közös pontja van, ez pedig az, hogy a magyar kormány mind a jogalkotás, mind a jogalkalmazás esetében egyszerűen fittyet hány az Európai Uniós szabályokra, egészen konkrétan politikai bűnözőként viselkedik, azaz a közbeszerzési és minden ehhez tartozó szabályrendszer teljes felrugásával haveroknak, rokonoknak, barátoknak osztogatja a legkülönbözőbb zsíros állásokat, így csak amit a brüsszeli bizottság, tehát az Európai Bizottság, amit leginkább fájlal,
hogy az e-ud, elektronikus UDI rendszer esetében közbeszerzési eljárás nélkül kért fel egy kétszégből álló konzorciumot a rendszer kiépítésére az Orbán féle brigád. Ugyanígy abszolút versenyt kizáró a nemzeti mobil fizetési rendszernek a hát még igazából botladozó bevezetése, valamint itt még a környezetvédelmi termékdíjról szóló jogszabály sincs összhangban az uniós joggal, de hát ezen kívül van még 10 további olyan eset, amikor kötelezettségszegési eljárás van. Azt tudni kell, nem szeretném hosszasan elmondani, az van, hogy amikor Magyarország, a magyar kormány, a magyar országgyűlés olyan törvényeket alkot sorozatban, amelyek ütik, vágják, abszolút nem férnek bele az európai jogrendbe. Ilyenkor a bizottság, az Európai Bizottság, mint a jogrend őre, neki ez kötelessége, mint a bíró, amikor fütyül a focipályán, hogy Orbán is értse, tehát nem jó vagy rossz indulatában, hanem kötelessége neki ilyenkor fölemelni a hangját. Amennyiben a magyar kormányt nem sikerül jobb belátásra bírni, akkor viszik az ügyet az Európai Bíróságra. Az Európai Bíróság pedig, hát mit szépítsük a dolgot, az esetek 99%-ában azért általában meg is szokta állapítani azt, amit a bizottság szokott kifogásolni, és ilyenkor jön a bünti. Magyarországnak elég büntetés volt már az, hogy kétszer is leállították az európai forrásoknak a folyósítását, de ez a 13 új kötelezettségszegési eljárás, ez sajnos megint előrevetíti annak árnyékát, hogy könnyűszerre harmadszor is le fogják állítani adott esetben a Magyarországnak szóló kifizetéseket. Így konklúzióként csak annyit tudok mondani, hogy szemmel láthatólag az Orbán kormány nem szereti a piaci versenyt, és nem kedveli a piacgazdaságot. Amúgy, hogyha vörös csillag lenne Orbán Viktor homlokán, akkor tulajdonképpen teljesen már egy időutazásban vennénk részt 1989 elé. És de nem csak a piacot, illetve a versenyt nem szereti az Orbán kormány, de nem szereti Európát sem, és főképpen, ami a legnagyobb fájdalmunk, nem érti az európai alapértékeket. Mi, akik egyébként az európai intézményrendszer egy szeletében, az Európai Parlamentben veszünk részt, mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy a magyar kormányt is visszatántorítsuk a normál európai igényű működés irányába. Sok reményük nincs, de legalább megpróbáljuk.